Rátermett jó húsú, hamarabb megfőlő tyúk a háztáji tyúk, melyet többfajta tyúkból tenyésztettek ki. Ennek a hazai különlegességnek a magyar-máltai szeretett szolgálat lehet az arca, ami nagy örömmel tölti el az Egyesület pécsi főzőkonyhája szakácsát, aki egy kicsit a konyha történetébe is beavat. Mivel hogy a szociális konyhánk ugye megszűnt, ezért nem feledtük el a küldetésünket, hogy minden 10 eladott étel után egy embertársunkon tudunk szintén segíteni ugyanúgy. Többfajta tyúk kellett ahhoz, hogy kitenyésztődjön a sok év során ez a háztáji tyúk. Többek között Szerbiából, Győr-Moson-Sopron vármegyéből, Pécsváradról is származik ennek a háztáji tyúknak az őse. 2015-től bekerült a baranyai, majd ekkor a nemzeti értéktárba is. Tudtuk meg Hegedűs Tibor, a baranyai tájfajta tyúk kitenyésztője fajta fenntartójától. Nyilván jobb lett, hiszen az igények is mások, tehát nagyobbnak kellett lenni, másmilyen hús összetételnek kellett lenni a hús. Vörös színű a húsa. Tehát a baranyai tájfajta húsa nem rózsaszín, nem fehér, vörös. Hiszen a baromfi valamikor egy vadállat volt, ami háziasítva lett. Lásd fácán, lásd gyöngytyúk. Tehát látott már valaki fehér húsi gyöngytyúkot? Soha nem is fog. Hiszen ez is egy háziasított vadállat, háziasított baromfi, csak kevésbé tudták háziasítani, mint a tyúkot. Gyakorlatilag vadformájában ugyanúgy néz ki. Most ez is fontos volt, hogy a hús színe ne fehér legyen, hanem vörös színű legyen. Gazdagon zsírszövettel átszőve, ez is igaz. Tehát, hogyha levágunk egy tyúkot, vagy egy kakast, egy kifejlett állatot, az egy vörös színű valami, amiben rengeteg zsírszövet van. Ráteszem a platnira, kisül belőle zsír, nem kell ott tenni semmit. És nem mellesleg finom. Ennek a kóstolónapnak az a jelentősége, hogy baranyai tyúkfajtáról szól. Ez egy teljesen újfajta tyúk, mondta Ritlinger József, annak Baranya vármegyei elnöke. A hungarikum már nyilvánítása az már folyamatban van, hál' Istennek, de az elismertetés is folyamatban van. Ennek az pont a lényege, hogy megismerjék a termelőink is, a gazdálkodók is, a nagyközönség is, a városban lakók, hogy létezik egy ilyen újfajta baranyai tájfajta tyúk és csibe kakas. Ennek a húsa, a gasztronómiai értéke egészen más, még másabb, még mint az otthoni kakpirgálos. Egészen más neki a szerkezete, más neki a felépítése, más a tulajdonsága, és amiben még nagyon jó, hogy idegen tartható, tehát nem kell istálló körülmények között tartani. Attól neki a hús kihozatala, a tojás kapacitása, minden maximálisan összehasonlítva az idáig, amit otthon a háztáiban tartottak, betegszik bőven. A Baranyában létrehozott háztáji tyúkból készült pörkölt kóstolóját a pécsi Kossuth téren tartották meg. A különleges étel igazi gasztronómiai élményt nyújtott.